Amikor egy népszerű vagy híres sportoló elkallódik, pénzügyileg ne adj Isten tönkre megy, az szinte biztosan a nyomtatott sajtónak és az online média felületeknek a címlapján köt ki. Ezért fontos összeszedni néhány tennivalót, néhány gondolatot, hogyan előzhetjük meg ezeket a szomorú eseteket, mit tehetünk azért, hogy a sportolók a sportolás befejezése után is sikeresek legyenek. Az elkallódás veszélye sajnos sokféleképpen fenyegeti a sportolót, aki visszavonult. Egyfelől lehet, hogy nem tanult, nincsenek olyan képzettségei és készségei, amivel könnyen el tudna helyezkedni a munkaerőpiacon, másrészt meg önmagában játékszenvedély vagy bármilyen függőség is, mint csapda leselkedik a versenyzőkre, játékosokra. Amikor megtörténik a szomorú eset, hogy valaki elkallódik, az bizony nagyon szomorú fényt vet a sportágra, és a káros hatása, ha máshogy nem, úgy biztosan jelentkezik, hogy a szülők kevésbé szívesen fogják küldeni sportolni a fiatal gyermekeket. A botrányos esetek hozzájárulhatnak például ahhoz is, hogy az egyesületet vagy a szövetséget támogató szponzor visszalép, megszünteti a szerződést és abba hagyja a sportág vagy az adott szakosztály támogatását. Sportvezetők vagy egy-egy profi liga vezetősége nagyon sokat tehet azért, hogy a jogszabályi környezettel segítsék és megelőzzék a sportolók elkallódását. Nagyon jó példa erre például az amerikai fotballiga, vagy akár a belga profi labdarúgó liga. Ezeken a helyeken törődnek azzal, hogy az aktív pályafutás során a jövedelem egy részét egészségbiztosításra vagy nyugdíj előtakarékosságra fordítsák a játékosok. A másik dolog, amit könnyen megtehetünk összefogva, hogy kialakítunk olyan kultúrát, egy olyan környezetet egy szakosztályban vagy egy sportágon belül, ami támogatja azt, hogy egyfolytában téma legyen a fiatal sportolók számára, hogy mi történik velük majd, ha egyszer befejezik a sportolást. Középiskolás korban érdemes elkezdeni ezt az egészet, és mindig fontos, hogy hosszú távon gondolkodjunk. A sportoló 20-25-30-35 éves korában visszavonul a sporttól, és akármikor lépi ezt meg, fontos minnyájunk számára, hogy a sportágnak és a sportnak jó hírét keltse. Érdemes már középiskolás korban, a 14-18 éves korosztályban elkezdeni az életre való felkészítést. Fontos, hogy tanuljanak pénzügyi ismereteket. Itt nagyszerű lehetőség adott, ha például a szponzor, ami támogatja az egyesületet vagy a sportágat, a pénzügyi szférában dolgozik. Kéznél van a tudás, meg kell szervezni az eseményt, és az alapvető tudásra már is szert tehetnek a fiatal sportolók. De ugyanilyen fontos, hogy beszéljünk arról, hogy ma már sokkal könnyebben elérhető a tanulás. Az online felületekkel, az online megoldásokkal bárki elkezdhet tájékozódni a számára kedves és érdekes szakirányokba, fölfedezheti azt az iparágat, fölfedezheti azt a céget esetleg, ahol el tudja képzelni a jövőt a sportolás után. Nagyon fontos a hosszú távon gondolkodás. Tekintsünk úgy az aktív sportolás éveire, mint tudatos befektetés és felkészülés a sportolás utáni civil életünkre. Gondoljunk csak bele, egy sportoló átlagosan 25-30 éves korában vonul vissza a sporttól. Eltöltött mondjuk 2 évtizedet a sportágban, ami azután vár rá, az ennél sokkal hosszabb időszak bizony, nagyon sokszor a duplája, vagy akár több is lehet sportágtól függően. Egyfelől valóban bizonyos fokú nehézséget jelenthet az edzők és a sportvezetők számára, hogy a szülők beleszólást akarnak a sportolásba. Viszont ha belegondolunk, mivel ők a legfőbb szponzorok az első években, ez jogos. Ezért tehát törekedjünk arra, hogy kialakítsuk azt a fajta együttműködést, ami segíti a sportolókat, hogy a tanulásról, a pénzügyekről, az életre való felkészülésről közösen gondolkodjunk. Jó lehetőséget jelenthet egy szponzor közelsége. Ne csak pénzügyi támogatóként gondoljunk a szponzorokra, hanem vegyük őket úgy is számításba, hogy a sportolók, a fiatalok később lehet, hogy náluk lesznek munkavállalók. Dolgozzunk összetett a szponzorokkal ilyen fronton is, keressük a lehetőséget, hogy ezeket a vállalatokat megismerhessék a sportolók az aktív pályafutás alatt, így biztos, hogy könnyebben találják meg a számukra sikeres utat. Közösen összefogva tehát nagyon sokat tehetünk a fiatal sportolók későbbi sikeréért is. A mentális felkészítésük például az amatőr és a profi lét között, vagy a sportolásból átlépve a civil szférába nagyon fontos mindnyájunk számára. Hogyha törődünk azzal, hogy tanuljanak és képezzék magukat a sportolás mellett, egészen biztos, hogy mi is sikerélményt fogunk érezni, amikor azt látjuk, hogy megtalálták a helyüket a sportolás befejezése után is. A pénzügyi tudatosság pedig mindnyájunknak hasznos. Nem kallódnak el a sportolók, tudatosan kezelik a pénzügyeiket, ezért aztán garancia, hogy a sportágnak, az egész sportnak jó hírét fogják kelteni.